Az egyik legtöbb vendéget vonzó rendezvénye Nyírbátornak a Szárnyas Sárkány Fesztivál. Az utca színházi találkozón minden évben több hazai és külföldi társulat előadását láthatják az érdeklődők, valamint bábjátékok, cirkuszi produkciók és koncertek is várják az ide látogatókat. A többnapos fesztivál évről évre több ezer vendéget vonz, így a város életében fontos szerepet játszik. Idén már 24. alkalommal rendezik meg a Szárnyas Sárkány Fesztivált. Itt lesz a Paprika Jancsi csúszlizdája, a Bartatóni Bábszínháza, de nagyon sok olyan zenekar lesz, akik igazándiból egy picit átmegyünk a világzenei stílus felé, világzenei fesztivál hangulat felé, tehát Kosza Polska például jelen lesz, de nagyon sok olyan zenekar, akik hangulati elemként, tehát emellett nagyon jól lehet majd mindenféle finomságokat enni, inni, jól érezni magunkat a fesztiválon. A Szárnyas Sárkány Fesztivál azonban csak egy szelete a programoknak, a bátori nyár idei rendezvényei rendkívül változatosak. Előadást tart Müller Péter, fellép a nyírbátori koncertfúvós zenekar, valamint lesz lovas, gasztrofesztivál és éjszakai fürdőzés is. Fellép továbbá a ma már világhírű Experidance, amelynek 150 tagja között helyi táncost is felfedezhetnek a művészetkedvelők. A programokról tartott sajtótájékoztatón bemutattak egy kis filmet is, amelyben összefoglalták, miért érdemes ellátogatni Nyírbátorba. A városban évtizedek óta fontosnak tartják a kulturális programok megszervezését. Egy több mint 700 éves településről van szó, ami páratlan műemlékekben büszkélkedhet, vagy műemlékekkel büszkélkedhet, és ez a történelmi múlt is adja azokat az adottságokat, amelyeket évtizedek óta követ Nyírbátor, hogy egy ideális kulturális kisváros legyen a megye palettáján. Nyírbátorban jeles jubileumot is ünnepelnek az idén. 50. alkalommal rendezik meg a nyírbátori zenei napokat több helyszínen. Itt a Minorita templom udvarán fellép majd a Liszt Ferenc kamarazenekar. A látogatók itt megtekinthetik a felújított műemlék épületet, amelyben nemrég fejeződtek be a restaurálási munkák. Most már a mellékoltárok és a szószékek is régi új pompájában láthatóak a Minorita templomban. A megújult református templomnál térzene szórakoztatja majd a nagy érdeműt, itt a bátori várkastélyban pedig egy szlovák zenekar mutatkozik be. Ezen a helyszínen a történelem kedvelők a középkor egyik legbefolyásosabb családjáról tudhatnak meg érdekességeket, a panoptikumban ugyanis a bátori família életébe nyerhetnek betekintést.